A kék lombi kísérletben a metilénkék indikátor oxigén átvivő szerepét fogjuk vizsgálni. A kísérlethez szükség van szőlőcukorra, azaz glükózra, nátriumhidroxidra és körülbelül 250 köbcentiméter vízre. Először ezt a két szilárd anyagot a vízbe bele kell, hogy szórjam, hogy lehetőleg minél kevesebbet szórjak mellé, ezért applikálok egy tölcsérszerű képződményt, és akkor először a glükózt beleszórom a lombikba. Kicsikét sárgás színű, majd pedig a nátriumhidroxidot. A glükóz és a nátriumhidroxid találkozásakor reakció játszódik le. A glükóz a hidroxidionnal reagálva vizet és glükozidot hoz létre. Kicsit összerázom a lombik tartalmát, elősegítve a reakciót és az oldódást. És eközben a lombiknak a gázteréből oxigén oldódik bele a folyadékba. Ez nem túlságosan jelentős, hiszen az oxigén apoláris molekula révén rosszul oldódik vízben, de azért valamilyen szinten megtörténik. És most következik a kísérletnek a lényegi lépése. Metilénkék indikátort fogok belecseppenteni ebbe az oldatba. Megfigyeljük, mi történik. Öt csepp indikátor után nem meglepő módon, ha már metilénkéknek hívjuk az indikátort, a lombikunk tartalma kékszínűvé változik. Ezután várunk egy kicsit. Körülbelül egy másfél-két percet kell várni. Közben elmondom, hogy mi történt a lombikban. A vízben oldott oxigén reakcióba lépett a metilénkék indikátornak a redukált formájával, ami ezáltal oxidálódott. A metilénkék indikátor oxidált formában kék színt mutat, ahogy ezt láthattuk. A várakozás során pedig az előbb már említett nátriumhidroxid és glükóz reakciójával létrejövő glikozid reakcióba lép a metilénkék indikátor oxidált formájával, és redukálja azt, a redukált formájú metilénkék indikátor pedig színtelen. Az enyhe sárgás szín az a glükóznak köszönhető. Ezek után, ha én most újra összerázom a lombik tartalmát, azzal elősegítem a gáztérből további oxigénnek a beoldódását, és ennek következtében újra kékszínű lesz az oldal. Majd ismét megtörténik a redoxi reakció, és láthatjuk az elszíntelenedést. Ebben a reakcióban tehát a metilénkék indikátor oxigén átvivő katalizátorként viselkedett.